Sziasztok, Marika vagyok. Egy kicsit túlvásároltam magam a tejfölből, úgyhogy itt maradt én nekem 800 g tejföl, ami hamarosan lejár, és most sem olyan ételt fogok készíteni, úgyhogy kerestem egy receptet, amihez sok tejföl kell. Azt fogom most elkészíteni, persze változtattam rajta, hogy ne ugyanolyan legyen, meg hát nem is minden tetszett abban a receptbe, de hasonlóan készül, úgyhogy megmutatom nektek. Aztán persze csak akkor, hogyha jó lesz, ha finom lesz. Ez majd holnap fog kiderülni, ugye? Mert holnap lehet ezt megkóstolni. A sütőt melegítem elő 170 fok, alsó-felső, de majd mikor az egész tészta be lesz téve, akkor 160 fokra fogom rakni. A sütőformát kibéreltem, ez 21 centis négyzet alakú, tehát 21x21 centiméter. Ha gömbölyűt használnátok, akkor az lehet, hogy olyan 23 körül van, mert a gömbölyűből egy kicsit nagyobb kell. Most már jól kiszámoltam, mert múltkor még azt hittem, hogy kevesebb kell, de nem, több kell gömbölyűből. Na, elmondom, hogy mit raktam ide, és akkor majd mutatom az elkészítését. Finom liszt 220 g, ehhez hozzákeverem a 120 g vajat, ami már ilyen szobahőmérsékletű, 80%-os, 82%-os zsírtartalmú vaj. Ezt összekeverem egy kicsit, és akkor megy hozzá a 3 tojás sárgája, csak itt az egyik tojásban 2 sárgája volt, ebbe a világosabbikba, természetesen a másik csak egy. Úgyhogy azért 4 a tojás, de különben ez 3 darab tojás volt. Ide csak a sárgája kerül, a krémhez kerül a fehérje. Akkor porcukor megy hozzá, az vajtok mennyi, és mindent puskáznom kell. 50 g, a tejföl 30 g lesz, tejföl. Akkor bourbonos vaníliás cukrot fogok ide használni, ez 3 g volt, hát annyit mért, hát lehet, hogy annyi nincs. Kakaópor 10 g, 10 g a kakaópor, és ott egy csipet só van, a kakaóport meg a porcukrot szitáltam. Hát azt hiszem mindent jól, nem mondtam, a videó alá leírok mindent. Na, akkor most ezt a vajat és a lisztet összekeverem, utána hozzá a többi anyag. Belenyomkodtam ebbe a kis formába, egy picit felhúztam így az oldalára is, és most beteszem a sütőbe, de most úgy döntöttem, hogy nem 170 fokra, hanem leállítom 160 fokra, és akkor 10 perc, de szerintem elég sok az a 10 perc. Na, egy észrevételem van, a tejföl sok. Ha nem raktok kakaót, az eredeti receptben nincs kakaó. Ha nem raktok kakaót, az a tejföl, ez olyan sok lesz, hogy eszméletlen, ugye a kakaó egy kicsit fölfogja, úgyhogy egy teáskanállal esetleg. Most 160 fokra visszaveszem a sütőt, és akkor mondom, egy 10 percre beállítom. A tojássárgája 53 g volt, a tojásfehérje 107 g. 60 g porcukrot megszitáltam, ezzel jó kemény habba, hát azért nekünk kemény legyen, kemény habba várjuk. Kicsit fölvártam, hozzá a porcukor mint, ha kijönne.
Már megláttátok a babérlevelet, akkor majd ide rakom. Leesett, itt van fönt. Úgy kaptam a fiamtól. Rendes babérlevél. Nem kell a süteménybe. Félretesszük. Fog bele kerülni, megy, ez fagyasztott, megy. Ennyit nem biztos, hogy belerakok majd valamennyit. Hozom a tejfölt, ami 600 g. Ahhoz egy vaníliás cukrot fogok használni, ami 12 g. És ugyanúgy 60 g porcukrot. Tehát 600 g a tejföl, 60 g a porcukor, 12 g a vaníliás cukor és 45 g, 46 borult, nem vettem vissza az 1 g-ot, kukoricakeményítő. Összekeverem. Belekeverjük a tojásfehérjét. Én megmondom őszintén, hogy ez a tésztához én egy kis sütőport raktam volna. Kár, hogy nem jutott eszembe. De mondjuk keveset. 1-2 grammot. Letelett a 10 perc. Most belehúzom ezt a tésztát, de nem mind. Egy kicsit hagyok. Nem jól mondtam, belehúzom ezt a krémet. Nem mindet, hanem egy kicsit hagyok. Ahhoz hozzákeverem ezt a meggyet. Hát lehet, hogy egy kicsit sok ez a menny. Úgyhogy nem is keverem mind hozzá, inkább majd, ha úgy látom, a tetejére valamennyit. Ez fagyasztott megy. Úgyni. Azt is ráhúzom. Elsimítjuk. És akkor rászórom a többi meggyet. Jó savanyú a meggy. Amint láttátok, ez a meggy nem volt sok, a 3 deciliteres tál nem volt tele, de a meggyet összevagdaltam három felé, minden szem megy, három felé lett vágva. Na most hozom a tésztát, ami a fagyasztóba került, de hajtok 30 percre állítottam az időzítőt, akkor még csak 15 perce van a fagyasztóba, nagyon nem fagyott meg, de mindegy, ide valahogy rácsipkedjük, vagy reszeljük. Hát még ennek kellett volna egy fél óra legalább. Legalább. De jó lesz, ám ez így is. Rá leszelek annyit, amennyit tudok. De lehet, hogy rá is lehetne kisimítani, aztán rárakni, kész. 600. De most jó lesz így. Van, ahol jobban megfagyott. Ugye a mélyhűtővel, ahol a legtetejére az ember felrakja, ott biztos nincsen mínusz 20 fok. Mínusz 20 fokban megfagyott volna. De hát a láda, a hőhűtő ládában föl nincsen olyan hideg. Gyorsan dolgozzunk, mert a kezünk melegétől igen hamar visszaolvad. Jól néz ki, megy a sütőbe. Hát lehet, hogy egy órát is kell sütni, majd meglátjuk. Most nem mondhatom, hogy piros legyen a tészta teteje ezen a 160 fokon, mert ugye raktam hozzá kakaót, de ha nem raknátok hozzá kakaót, akkor látnátok, hogy piros legyen. De mondom, 160 foknál ne legyen több, hoppa, mert akkor gyorsan sül, és akkor nem fog átsülni a tejföl a tojásfehérjével, meg mindennel. Na, majd jövök, ha elkészült. 50 perces sül, még ott látni olyan nedvességet ott középen. Még sütöm. Hozom a sütit. Remélem megsült.
1 óra 20 percet sült, itt már a középen is elrepett a teteje, én úgy gondolom, hogy akkor meg van sülve, holnap megkóstoljuk. Másnap vagyunk, akkor kóstoljuk meg ezt a tejfölös sütit, hát a krémje tejfölös, hogy milyen lett. Hoztam ide tányérat, villát, de szerintem ezt meg is lehet fogni. Ehhez a tésztához kellene egy kis sütőpor, egy kevés, mert olyan sűrűnek néz ki. De megkóstolom, hát ha edve jó. Ez a krém, ez finom. Nagyon, nagyon finom. Nagyon finom. Tiszta, egy kicsit kemény. Na, de ehető. Ehető jó. Érdekes. Nem édes. Vagy elég sok. Elég sok cukor van benne. Tudjátok, milyen ízét érzek? Mint a krémturóknak, tudjátok, vannak azok az ízesített krémturók, ilyen kis tálkába lehet kapni. Pont olyan ízt érzek. Finom, na, finom. Eszek még egy szeletet. Gondolom, ezt a krémturós ízt a megy adja, lehet, hogy még több megyet is lehet belerakni, mert azért túl sok nincs benne. El is búcsúzok tőletek, legyen szép hétvégétek, most ez sikerült sütnöm. Aztán, ha akarjátok, készítsétek el, próbáljátok ki ti is. Finom, finomnak finom. Nem édes, nem édes. Nem is értem, miért nem édes. Írjatok kommentet, köszönöm, hogy végignéztétek ezt a videót is. Legyen szép hétvégétek, mondom még egyszer. Sziasztok, vigyázzatok magatokra.